5 gyakori kérdés és 5 válasz kertje inkubálógépeiről. Sziasztok, Zoli vagyok. Ebben a videóban 5 olyan kérdésre fogunk válaszolni, ami gyakran megjelenik az ügyfélszolgálatunkon. Lássuk is az elsőt. Mi alapján érdemes kapálógépet választani? Hát én azt mondanám első körben, hogy a legeslegfontosabb az a motor. Nézzük meg, hogy milyen motor van a kapálógépen, mert az a gépnek a szíve lelke. Aztán azt kell megvizsgálni, hogy a motor és a munkaszélesség az milyen arányban van. Nyilván egy kis motorral szerelt gépen ne próbáljunk meg 120 cm munkaszélességben dolgozni, mert egyszerűen a motor nem fogja bírni a munkamélységet, és csak a felszínt fogja kapirgálni. Aztán nagyon fontos még az, hogy megvizsgáljuk, hogy az adott gép, amit kinéztünk, azokhoz milyen leszállított tartozékok vannak. Tehát, hogy mit kapunk azért az árért, amit a kapálógépért kifizetünk. Hány kapatag van hozzá, szállítókerék van-e hozzá, járókerék van-e hozzá, csoroszja van-e hozzá, ekék vannak-e hozzá. Tehát így kompletten azt a csomagot kell megvizsgálnunk, ami benne van ebbe az árba. Jöjjön a második. Mi a különbség a GP és a GX típusú motorok között? Mindkét motortípus vízszintes kihajtású. Az egyetlen különbség szerintem közte annyi, hogy a maga a gyártó is a GX típust ajánlja teljesen ipari felhasználásra. Mi azt szoktuk mondani, hogy a GX motort ajánljuk az építőipari felhasználásra, a GP-t pedig a mezőgazdasági felhasználásra. Ez egy kicsit gazdaságosabb verziója az ipari motornak, de mezőgazdasági felhasználásra ez is tökéletes. Jöjjön akkor a harmadik kérdés. Csatlakoztatható-e vetőgép az AGT kapálógépekre? Igen, az Eurocomax kínálatában van egy vonórúd, amit ha felszerelünk a rotációs kapákra, akkor a vetőgépeket a kapagép után lehet kötni. Negyedik kérdés. Milyen mélyen tud dolgozni egy kapálógép? Hát az AGT kapálógépeken bivajerős Honda motorok vannak, úgyhogy akár 30 cm mélyen is tudnak dolgozni, és képesek megművelni a földet, akár olyan területen is, ahol egyébként más kapálógépek feladják a harcot, vagy nem tudnak olyan mélyen dolgozni. Mit jelent a prémium típus megjelölés az AGT rotokapákon? A prémium típusú rotációs kapáknak a vezérlőkar, a kormánya oldalra is forgatható, ezáltal pedig a különböző helyzetekben ezt ki tudjuk használni, és nem kell például a frissen megmunkált vetésbe mennünk, miközben a kapálógép dolgozik, hanem itt mellette is szépen tudunk haladni, illetve a kerítések mellett is előnyt jelent ez a funkció, hiszen ott is szorosan tudunk a kerítés mellett dolgozni és manőverezni, anélkül, hogy belevernénk a kezünket a drótkerítésbe. És köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, jelentkezünk a következővel nem sokára.